mai videóban megveszek minden ajándékot mindenkinek. Vagyis pontosan a barátaimnak, akikkel nemrég csináltunk egy olyan videót, hogy bármit, amit megépítettek a Minecraftba, azt megkapják tőlem karácsonyra. Nem is húznám tovább az időt ezen a csodálatos tájon, adjuk oda az ajándékot Kleminek, Máténak, Elődnek, Orsinak, Csokinak, Istvánnak, Züminek és Móninak az ajándékokat. Szélsebesen először elmentem ajándéktasokokat, plusz az édességeket megvettem. Aztán következzék a drágábbik része, a netes rendelése. Először Klemi, azaz a testvérem ajándékát fogom kiszállítani. Most Kleminek Zümi kellett építse az ajándékát, ami nem volt más, mint valami palettaszerűség. Nem értek egyáltalán a sminkes cuccokhoz, ne kövezzetek meg, köszönöm. Nekem nincs sok fogalmam, hogy ez mire való, az a lényeg, hogy egy csomó festék van benne, amivel biztos, hogy kifesti magát. Nem volt olcsó. És plusz egy kis édesség is, hogy véletlenül se esen le a vércukor. No, let's go! Na, hello! Mi az? Megfagyaltál! Mi az, hogy megfagyaltalak? Látom is, fáj. 60 éves úgy csinál. Boldog. Majdnem szülőnapot mondtam. Boldog karácsony. Ez miért ilyen nagy? Hossza! Ez jól néz ki. Várj, ezt így megfogod, így a szemed. És bum. Ez te voltál. Mi, el tud törni? Az a fő kérdés, hogy szerinted megérdemelted mindezt? Persze. Jó kislány volt egész évben? Köszönöm. Ezután következik Máté. Máténak az ajándéka nem más, mint egy fancy RGB-s billentyűzet, ugyanis Móni neki színes billentyűzetet épített, vagy AirPodsot, és ez a kettő közül kellett válasszak, és amikor felnéztem a netre, sajnos nem volt AirPods a készleten, úgyhogy maradt a billentyűzet. Meg persze egy kis édesség, hogy tudjátok, neki se essen le a vércukra. Nacsa, boldog karácsony. Köszönöm szépen, intéztem nektek havakat. De már elolvadt, ne, semmi nincs. Aztán holnapra intézek még egy adagot. Nem, gizda. Bírom majd az anyázásokat. De és a futás? Ugye a Minecraftban a neved mellett ott van, hogy 2011, az miért? Akkor születtem. Látszik. Egy elvált családapa vagyok most már. Hogy ilyen mély a hangod 10 évesen? Hát úgy, hogy anyukám torkon dobott egy székkel. Na és most, hölgyeim és uraim, Zümi ajándéka következik. Nos, mivel hogy Zümi nem tudta, hogy mit szeretne karácsonyra, ezért rám bízta a bizonyos Mystery Box összeállítás. Ebben a dobozban most szépen neki belepakolok minden hülyeséget. Először is kap tőlem egy műzlit, ami valójában kutyatáp. Tudjátok, kutyáknak kutyatápolója, ami a nem ide, szóval ez megjön be. Tömény csoki, hogy tömje a pofáját, látjátok, milyen el is tömény csoki! Ezen kívül adok neki még egy szardarabkát. Igen, gyerekek, konkrétan ez egy fucking szardarab. Még adok neki egy saját kezüleg készített halál potiont. Bár mondjuk, ahogy elkészítettem, azok alapján nem biztos, hogy meg fogja kustulni. Mi ez? Ha valaki megissza, ott döglik meg. Vettem neki egy ilyen cuki pólót, amit tudjátok, ez a dino van, amikor elmegy az internet otthonról. Megszereztem ezt a kisfát, és tudom, hogy pont nem olyan, amit épített Zümi, de nem kaptam egyszerűen más. Mindenki felvásárol minden. Úgyhogy akkor teszem bele ezt is a dobozba, és akkor jön anya post. Biztos kérdezitek páran, hogy hát miért postázom, miért nem személyesen adom át a csomagját Züminek. Hát azért, mert tőlem kb. 800 km-re lakik, mert ugyebár én Székelyudvar helyen lakom, és ő pedig valahol Magyarországon. Szóval, nice! Oh my god, egy csomag. Na nézzük, mit rejt ez a csomag. Hogy a f***ba csomagoltad be? Köszönöm, ezt megeszem. Nézzük, mi van benne. Tele van levegővel. Románia nem létezik, honnan hozták ezt a leveget? Szóval kaptam Alex-től egy gyönyörű szép csokoládét, amire hát... Aztán kaptam kutyatápot. Hát jó fóló, ezt tényleg imádom, annyira a király ez, hogy hey, itt van az a... hát a padószar. És itt az asztali karácsonyfa. Szerintem ezt... figyelj, szerintem megromlott már. Hogy nézd már ki már, bocsánat Alex, nem tudom ez mi volt, hogy mi a f***om ez. De hát megkóstolom, jó? Boldog karácsony. Na és most jöhet Móni. Következő ajándék, ami Móninak szól, nem pont olyan, amire gondolnátok, ugyanis hát... Móni, téged kért karácsonyra. Igen, én vagyok az ajándék. Sziasztok! Szia Móni! Ennyi a barátnőd. Hú, de ő valaki neki. Hát nem szívesen, de... Vagy csomó nekem, de jó! És mit fogtok csinálni egész éjszak alatt? Jó, nem lehet beletenni videót. Nem lehet. Ki kell csomagolni az ajándékot? Miért akarod az én ajándékomat? Na várj, akkor most így csomagolom. Nem szó.
vagy, hé. Végül a lányok nagyon kedvesek voltak, és ütöttek palacsintát. És közben meg valami ilyesmiket is csináltak. Ezután István következik. Istvánnak csoki kellett építse az ajándékát, ami nem volt más, mint egy JBL márkás hangszóró. Biztos nincs, amivel bömböltesse a zenét a szomszédoknak. És emellé persze még kap plusz édességet, hogy hát ugye ő is tartsa ezt a tümegelő december szezont, és nem véletlenül lefogja. Úgyhogy akkor indulás, látogassuk meg István. Boldog karácsony, töcsi saj. Oh, what the fuck? Bisk krém. Mi ez a szemét? Ja, promózom a mörcsön, vegyétek meg rögtön. Link a leírásban, vagy a hozzászólásban. Ez milyen szóval? Szerintem ez hanyagoljon. Jó, van ez így. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szerinted megérdemelted mindezt? Nem értebbet is érdemelni. Még mit érdemelnél, mit tudod? Megérdemek egy fél házat. Tiszteletben tartó barátnő. Még öt ilyen hangszóró. Kéne egy tévé is a falamra. Szomjas vagyok, késélyes is. Szerintem elég egybe ezzel. Na és most előtt következik a listám. Előbbnek az ajándéka az nem más lenne, mint egy telefon. Ami hát valljuk be, hogy nem olcsó, hogyha egy jó telefonról van szó. És mivel hogy sajnos nincsen végtelen pénzem, ezért azt gondoltam, hogy idén elődöt egy kicsit megszivatnám. Ugyanis ha jelenleg nagyon messze lakik tőlünk Németországban, amit rendelek neki, az egy kamu iPhone 12 Pro lesz. Kosárba is tettem, és akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt fog neki leesni, hogy hoppa, ez nem igazi. Ne adj Isten, hazaértem, és mit kaptam a postaládába? Alex megajándékozott, lássuk mi van benne, nem szerintem nem fogok csalódni. Oh my god! Was? Mi a f***? Mi van? Ez valami kibaszott. Ez valami hamisítvány. LOL. Azt hittem, hogy valami rázós szar. Hogy kell használni, Alex, áruld már. iPhone 12 Pro Max. Nagyon szépen köszönöm, itt van az ajándék. Szerintem nem fogok csalódni. Ezután jöhet Csokinak az ajándéka. Kövő ajándék az Csokié lenne. Neki István kellett építsen, és tudjátok, egy ilyen rollerre, vagy bringára, vagy tudja a franc milyen járműre való ilyen telefontartószerűséget épített. Nem tudom, mit várok, itt a kutyák is ugatnak engem, hogy húzzak már a fenébe, úgyhogy adjuk Csokinak is oda. Ja, és majd elfelejtettem, hát természetesen ő is kap valami csokit, mert hát Csokinak jár a csoki. Istenem, ez de szar volt. Csá, Csoki, boldog karácsonyt. Váltunk ajándék. Ez nekem? Neked lesz. Hát de én vagyok az angyal, nem te. Wow, csokoládé. Csokinak csokoládé, el sem hiszem. Bubi is azt szeretem. Jej, azt tudom, hogy kell nézni. Ezt tudom, hol jár. Meg kell is felcsitetni az oldal. Nem, ezt a füledre terveztem feltenni karácsonykor, hogy világítson a telefonnal. Tényleg világít? El sem hiszem. El sem hiszem, mert világít. Jesus. Fókuszos. Alkoholmentes ital, igaz? Így van. Csokoládé nekem is. Váhú. Meg sem hiszem. Alex, neki sok ember, ez túl sok cukor. Kaptam egy csészét, amivel megijatom a reggeli kávémat, amit nem szoktam mindig. És végül, de nem utolsó sorban, Orsinak, a barátnőmnek következik az ajándék. És az azt hittük, hogy Orsinak előd épített ajándékot, ami nem volt más, mint egy smartwatch, azaz egy okos óra. Úgyhogy aztán nem volt más választás, be kellett szerezzek egy okos órát, na meg persze neki is egy kis édességet. Boldog karácsony. Jé, köszönöm. Ez csak ki, hogy a vércukrod nagy leessen. Jaj, nehogy lefogjak véletlen. Igen, ez mi az? Hát ez az óra. Ez biztos, hogy eredeti? Nem izé, nem? Persze, hogy eredeti. Persze, fiam. Mostantól ezzel kelek, ezzel fekszek. Köszönöm szépen. De Édi. Én meg köszönöm szépen, hogy végignéztetek a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok. És mindenkinek nagyon, de nagyon boldog karácsonyt kívánok. Sziasztok.